Sziasztok, én Haraszti Ádám vagyok, a Sport TV riportere, és aki látta vagy hallotta a hétfői teljes terjedelmet, az már azzal is tisztában van, hogy a héten nagyon nyaralok, viszont ígértem nektek egy videót a Ferencváros Európa Liga csoportjával kapcsolatban, úgyhogy ez így sem maradhat el természetesen. A Fradi tehát a H csoportba került ugye a Ludogoreccel, a CSKA Moszkvával és az Espanyollal 1-4-esbe. Nem véletlenül ezt a sorrendet mondtam a három csapattal kapcsolatban, mert azt gondolom, hogy nagyjából ez az erős sorrend az ellenfelek között. Hogy hova kell tenni közéjük a Ferencvárost, ez már egy sokkal nehezebb kérdés. Nyilván a legegyszerűbb a Ludogoreccel kezdeni az összehasonlítást, hiszen ugye velük már találkozott a selejtezők során a Ferencváros. Nyilván nagyon a szezon elején voltak, még nem kizárt, hogy a bolgárok azért valamelyest le is becsülték a Fradit, erre is következtethetünk azért abból, amit láttunk az első két mérkőzésen, és már csak ezért is gondolom, hogy ugyanez nem fog még egyszer megtörténni a csoportkörben. Nem lesz egyszerű dolga a Ludogoreccel sem a Ferencvárosnak, túlzás lenne 6 pontot elvárni velük szemben, hiába volt a két győzelem a selejtezők folyamán, de a selejtezők azért azt is megmutatták, hogy ez egyáltalán nem lehetetlen. Egyetlen változás történt a keretükben azóta, mióta a Fradival játszottak, az izraeli Tabatát szerződtették az Eintracht Frankfurttól, akinek felbontották a szerződését Németországban, így kerülhetett ingyen a bolgárokhoz, de ő még sérült, úgyhogy biztos, hogy nem fog játszani az első mérkőzésen. Aztán, hogy mi lesz vele a helyzet, mire találkoznak a Fradival, az megint egy másik kérdés. Ami a másik két csapatot illeti, nyilván a CSKA Moszkva talán egy fokkal érdekesebb olyan szempontból, hogy velük kevesebbet találkozhatatok az utóbbi években, bár ugye ők például oda-vissza megverték a Real Madridot az előző szezonban a Bajnokok Ligája csoportkörében. Más kérdés, hogy így sem tudtak tovább jutni aztán a saját négyesükből. A Fradival kapcsolatban azt mondtam, hogy abból sem érdemes kiindulni, hogy mit játszottak a Ludogorec ellen az első lejtezőben, akkor nyilván ugyanez igaz a CSKA a tavalyi bravúrjaira is. Minden esetre azt mindenképpen érdemes róluk elmondani, hogy nagyon fiatal a csapat magja. A Spartak Moszkva elleni rangadón idegenben kikaptak ugyan 2-1-re, viszont 5 olyan játékos is ott volt a kezdőcsapatban, aki 21 éves volt, vagy annál fiatalabb, úgyhogy erre mindenképpen építhet majd hosszú távon is Viktor Hancsarenka, a csapat vezetőedzője, aki onnan lehet leginkább ismerős, hogy annak idején igazából ő helyezte fel a Bate Borisovot az európai labdarúgás térképére. Azóta több orosz csapatnál is próbálkozott már, komolyabb sikerek nélkül mindenhol nagyon gyorsan véget ért a munkája, viszont a CSKA-nál most már itt van az előző szezon óta, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy itt sikerült megtalálni a hangot a játékosokkal, lehet, hogy ebben ennek is van szerepe, hogy ennyi fiatal van a csapat keretében. Akadnak azért rutinosabb játékosok is, mint például a kapus Igor Akinfejev, vagy éppen Mario Fernandez, akit ugye szintén ismerhettek az orosz válogatottból, és láthattatok ugye a világbajnokságon is. Ami pedig a fiatalokat illeti, a leginkább talán Nikola Vlasicra lehet érdemes felhívni a figyelmet, aki ott volt a horvát válogatott legutóbbi két mérkőzésén a kezdőcsapatban, a szlovákoknak gólt is lőtt, úgyhogy ez mindent elmond azzal kapcsolatban, azt hiszem, hogy milyen szintet képvisel. A CSKA jelenleg egyetlen ponttal van elmaradva az első helytől az orosz bajnokságban, ahogy említettem, van már egy vereségük idegenben a Spartak Moszkva ellen, illetve rögtön még a szezon elejéről az első fordulóban a Krija Szovjetovval szemben. Akármi is legyen azonban a helyzet az orosz bajnokságban, az egyértelmű, hogy a CSKA még a Ludogorecnél is jobb csapat, úgyhogy ellenük még nagyobb bravúr lenne a pontszerzés. És hát akkor mit mondjuk az Espanyolról? Az egyértelmű, hogy ebből a négyesből alapvetően ők rendelkeznek a legjobb kerettel, de nagyon rosszul kezdte a csapat a spanyol bajnokságot, az első három fordulóban gólt sem szerzett, több mint 350 percet kellett várniuk a szurkolóknak arra, hogy meglegyen az első bajnoki találata a csapatnak, ami negatív rekord a klub történetében, utoljára hasonló az 1945-46-os szezonban fordult elő az Espanyollal. Ebből viszont olyan szempontból nem érdemes nagyon kiindulni, hogy az Európa Liga selejtezőjében meg tényleg zsákszámra lőtték a gólokat, a Lucernt, illetve az Orja Luhansk csapatát ütötték ki, ami már valamelyest inkább ad összehasonlítási alapot azzal kapcsolatban, hogy milyen játékerőt képviselhetnek jelen pillanatban. Az igazi kérdés az lesz, hogy mennyire veszik komolyan az Európa Ligát, mert ha már itt történeti dolgokat említettem velük kapcsolatban, eddig 9 alkalommal indultak a különböző nemzetközi kupákban, és ebből 5-ször kerültek nagyon közel a kieséshez, vagy olyan is előfordult, hogy ki is estek. De velük kapcsolatban azt sem szabad elfelejteni, hogy 2-szer már a döntőjében is szerepeltek ennek a sorozatnak, illetve a jogelődjének, bár ugye a Fradinak meg sikerült meg is nyerni annak idején a Vásárvárosa kupáját, ez már tényleg nagyon messzire vezet. Vannak fontos játékosok, akik sérültek, például Pablo Piatti, Anderi Turespe, vagy éppen David López, akire ugye emlékezhettek még a Napoli csapatából. Ezek miatt még akár az sem kizárt, hogy egy fokkal kevésbé veszik esetleg komolyabban az Európa Ligát, hiszen rosszul kezdték a bajnokságot, azért a legfontosabb számukra az, hogy ott jó eredményt érjenek el. Meglátjuk majd, hogy mi lesz a csapatnak a taktikája ezzel kapcsolatban, de az még biztos, hogy nem a Fradi elleni első mérkőzésen fog kiderülni. Szerintem ott még a lehető legjobb csapattal fognak pályára lépni. Aztán, ahogy haladunk majd előre itt a szezonban, és hogyha esetleg még mindig döcögnek a bajnokságban, ahol azért a hétvégén már megszerezték az első győzelmüket az Eibárral szemben, akkor még lehet, hogy változtattak majd ezzel kapcsolatban a hozzáállásukon. Ilyen szempontból sem jó nyilván, hogy a Fradi Barcelonában kezdi a csoportkör, de tényleg azt mondom, hogy felejtsünk el mindenféle számolgatást, örüljünk minden egyes pontnak, amit a Fradinak esetleg sikerül megszereznie az Európa Ligában, és hogyha esetleg tényleg ebből győzelmek is összejönnek, akkor majd a vége felé érdemes lehet azon elgondolkozni, hogy összejöhet-e
a továbbjutás. Nyilván megcélozni persze ezt kell, hiszen mi legyen a célja bármelyik csapatnak, amely elindul az Európa Ligában. Azt nem állítom, hogy lehetetlen lenne kiharcolni a továbbjutást ebből a négyesből, már csak azért sem, amit elmondtam itt az Espanyollal kapcsolatban, vagy amit láttunk ugye Ludogoretztől a selejtezőben, de ne ebből induljunk ki. Abból viszont nyugodtan kiindulhatok, hogy a Ferencváros összes mérkőzését itt az Európa Ligában a Sport 1-en láthatjátok, majd kezdve tehát az Espanyol elleni idegenbeli mérkőzéssel. Csütörtökön este 9-kor kezdődik a meccs, de már természetesen előtte várunk titeket a felvezetéssel. Ami pedig ezt a csatornát illeti, az is biztos, hogy én is szeretnék még foglalkozni majd az Európa Ligával a későbbiekben, már csak azért is, mert nagyon úgy néz ki, hogy egy-két mérkőzésre én is eljuthatok majd a csoportkör folyamán, úgyhogy azt hiszem, hogy érdemes lehet feliratkoznatok. Köszi szépen, hogy egyáltalán megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, nyomjatok rá a like-ra, és természetesen minden kérdést szívesen várok, akár a Fradival, akár az egész Európa Ligával kapcsolatban a kommentek között. Sziasztok!